tehát akkor ez húsvét hétfőn volt, 16 és 17 óra tájban, mikor Molnár Róbert bejött a szobámba és ütlegelni kezdett, hogy mi nekem a bajom ő vele. És akkor én erre azt mondtam, hogy semmi. És akkor ő utána besérült, utána hassal az ágyra lökött, és azt mondta, idézném szó szerint, hogy én azt mondtam, hogy Molnár Róbert szopja ki a faszomat. És akkor én mondtam neki, hogy ezt sem megerősíteni, sem megcáfolni nem tudom, de én mondom, nem emlékszem ilyenre, hogy ezt mondtam volna. Utána ő folyamatosan rugott és állandóan, valamint azt mondta, hogy ha elmerek menni tanúskodni az EBH-hoz, akkor úgy jelver, hogy a mentő fog elvinni, és azt mondta, hogy húzzam össze magam, mert különben úgy szét fog verni, hogy a mentő meg a hullaszállító fog elvinni. És én azóta félek. Az intézetben félelemben élek. Zsiga, véleményed szerint a Molnár Róbert honnét tudott az EBH-s vizsgálatról? Hát én szerintem a Szabóné Berta Irén igazgatónő által, ugyanis én szerintem a Szabóné Berta Irén volt az egésznek a felbújtója, az egész megveretésűnek a felbújtója. Szerintem itt a Szabóné Berta Irén igazgatónő a bűntársa. De és még mit mondanál erről, ami így eszedbe jut erről az egész ügyről? Erről az egész ügyről én azt mondanám, hogy ez megengedhetetlen, hogy egy intézetben ilyen előforduljon. Ez megengedhetetlen. 2009. július 9-én, amikor én beköltöztem az intézetbe, azt olvasták nekem a házi rendben az akkori szociális munkásom, hogy a verekedőt azonnali jogviszony megszüntetés. Amit az igazgatónő nem tett meg, nyilván azért nem tett meg, mert mivel hogy ő a felbújtó, és ő áll ennek az egésznek az élén, Szabóné Berta Irén. És én ezzel azt szeretném elérni, hogy a Szabóné Berta Irént, valamint az intézet egész vezetését távolítsák el. És persze a verősrácot is. Zsiga, több lakó azt állítja, hogy Molnár Róbert nem rendelkezik olyan fokú látáshiánnyal, mint Ez így igaz. Én erről azt tudom, hogy ez tényleg így van. De ő neki jó látás marad. Lehet igazolni? Vagy hogyan? Azzal lehet igazolni, hogyha már csön a telefon például. Ő azt már messziről tudja, hogy ki az, valamint tollal látóban ír, látó számítógépen pötyöttet, tehát ő neki a látásával semmi gond nincs. És ha jól tudom, akkor nemrégen hosszabbították meg a szerződését. Végül is, amikor téged ért ez a bántalmazás, miért nem tettél akkor feljelentést? Azért nem tettem akkor... Egy pillanat, hadd menjen el a busz! Azért nem tettem akkor feljelentést, mert féltem. Meg voltam félemlítve, ugyanis azt mondták, hogy akkor kitesznek az utcára. Ezt ki mondta? Ezt a Szabóné Berta Irén igazgatónő, valamint az Adorján Csilla, a szociális csoportnak a főnöke. Valamint a Takács Bernadett szociális munkásom. Ezt szóban közölték számára? Szóban közölték velem. És én tehát azóta is az intézet dolgozói piszkának szerdán egy jegyzőkönyv készült ellenem azért, mert a déli gyógyszert elmertem vinni, ugyanis mennem kellett kezelésre. Ezért voltak képesek egy jegyzőkönyvet ellenem írni, amiből egy igazgatói ügy lett. Mit szólsz ahhoz, hogy az elmúlt pénteken
valaki pofán vágta Tóth Jánost, aki ugye korábban hasonlóan volt bántalmazva, mint te, és ő kiköltözött az intézetből. Te nem félsz hasonlóan? Nagyon félek, és én arra kérnélek téged is, meg a Miklóst is, hogyha tudnátok nekem abban segíteni, hogy egy másik intézetbe helyezzenek át, azt én megköszönném, mert az intézetben minden nap félelemben élek, reszketek, agyomrom, mindenem, stressz alatt vagyok. Én nekem ebből az egész intézeti életből elegem van, és én azért bízok a barátokba, mert azért még egy páran még vannak, ilyen például a Vas László, meg a Norvi, és én bízok bennük, meg a Bánsági Viktória, és én bízok bennük, hogyha oda kerülne a sor, akkor ők úgy is segítenének nekem. És én azt szeretném, hogyha ebből az intézetből minél hamarabb másik intézetbe tennének át. És még egy utolsó kérdés, legyen meg, Zsiga. Igen? Azt állítják, valaki azt állította egy honlapon, hogy veletek igazából nem azt iratták alá, hogy bocsánatot kérjetek, hanem azt, hogy az ügyben vizsgálatot kezdeményezhessenek. Erről nem igaz. Ez nem igaz, mert velünk azt iratták alá, hogy mink kérjünk elnézést, amiről mink másolatot nem kaptunk. Tehát ezek a papírok nincsenek meg? Nincsenek meg. Csak az intézet rendelkezésére. Így van. Jó, köszönöm, Zsiga. Én is köszönöm. Köszönjük szépen, jó. Én is köszönöm.